megálltunk itt a Közép-Dunán túli országos büntetés végrehajtási intézet Baracska táblánál. 47,85, ennyit sétáltam 11 óra 15 perc, mert hogy dugja föl magának a Gebebíró, meg az Orbáni bűnbanda ezt a 700 000 forintos büntetést, és ugye a Gebebíró 100 nap elzárásra változtatta át. Családi segítséggel megoldottuk, és így csak 2 nap lesz, tehát 690 000 forintot befizettünk tegnap, és jelezte is a törvényszék, hogy jóváírták és értesítik a BV-t, hogy akkor ez így teljesen rendben lesz, és meg fogjuk csinálni. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ma Magyarországon még normális irányba menjenek a dolgok, ahhoz bizony az kell, hogy jó sok ember vállalja be, hogy igenis, ha megbüntetik, akkor bemegy, ha 2 napra is, 2 napra is, és minden eljárásnál, rendőrségi kihallgatásnál, bíróságnál és a bevonulásnál, kivonulásnál százaknak és ezreknek kellene ott állni, és majd akkor fog működni a lelkes sárgapólós csapat, és a legbátrabbak vannak itt és állnak itt, akik közül ilyen sokan sajtósok is. Mi azok vagyunk, akik sajtósok és véleménynyilvánítók és bármi egyébek is vagyunk. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt voltatok. Remek akció volt Felcsúton is. Nyilván, ha valaki Baracskára jön, így volt ez 2016-ban is, akkor Felcsúton is megjelenünk. Ugye akkor fogalmazódott meg az a gondolat, hogy akkor ott lehet focizni is, tehát látszuk a focipályákat, és 9-szer fociztak a sárga pólusok azokon a focipályákon, úgyis, hogy nem nagyon akarták természetesen az Orbáni bűnbanda őrei, de ezt mi meg tudtuk csinálni mindenképpen. Mindjárt nézem, hogy állunk időben, tökéletesen. Még mindjárt ígérte egy sajtos, hogy fog jönni nem olyan túl sokára. Úgyhogy én azt fogom javasolni most, hogy most ezt a közvetítést zárjuk le, és indítunk majd egy újat, amikor elköszönök és bevonulok, és akkor majd a másik sajtósnak is egy interjút fogok még adni. Egy kicsit összeszedem a cuccaimat, elpakolom, ami nem kell, hogy éppen itt nálam legyen. Például látjátok, ki voltam virágítva, mint a karácsonyfa, hiszen nagyjából másfél órája rám sötétedett, szerintem remekül néztem ki, legalábbis nagyon sokan kinyilvánították a tetszésüket az úton, ahogy jöttem a nagy sötétségbe itt a hetesen, meg aztán itt befele ezen a majdnem 3 kilométeres Anna-Majori úton, ahogy így világítottam, és akkor még ugye a fejemen is világított, a hátamon, meg ugye az adóztól kapott láthatósági mellény az O1G-vel, bocsánat, nehogy leüsselek. Kellemes szél volt a mai napon, napközben, aztán este kicsit bedurvult, de ez sem szekte a kedvemet. Rendkívül jól érzem magam, el leszek itt egy éjszakát, meg ki tudja mennyit, mikor fognak kiengedni. Nyilván, ha maguknak jót akarnak, akkor hamar, ha nem, akkor ugye éjfélig mindenképpen holnap ki fognak engedni, hiszen 2 napról van szó, és utána elindulok haza, körülbelül hasonló kilométer, talán egy 5 kilométert fogok spórolni, hiszen nem egy akkora kört fogok Sziget-Szent Miklóson tenni, mint most, tehát egy szűkebb körrel, jó eséllyel érintem ugyanúgy kövérházmester ház előtti közterületet, mint ahogy idefele is a mai reggelen, hiszen nem maradhat szó nélkül egy ekkora galátság, hogy 700 ezer forint rendbírság attól a bírótól, aki Kaletának mindössze 540 ezer forint büntetést adott, tehát nekünk ez még nem a büntetés, csak a rendbírság, és a Kaletának némi felfüggesztett járt hozzá, ami ugye nyilván tudjuk, hogy semmi probléma nincs belőle, és a bíró azt találta mondani a Kaleta ítélet hirdetésén, hogy Kaletának szerintese kell a bűnei miatt börtönbe vonulnia. Ez még mindig az én lámpám, ezt lekapcsolom, hogy ne világítson be a kamerába. Szóval Kaletának nem kell a bűnei miatt börtönbe vonulnia a bíró szerint, és az enyémet pedig átváltoztatta. Tehát szerinte még mindig van lámpám, azt mondja Anita, és most már nincs. Ilyen értékítéletek vannak ma Magyarországon. Úgyhogy én most elköszönök tőletek, és nem sokára lesz egy bemenő videó, amikor elmegyek arra befele, a Sorompont túra, és aztán egyszer csak majd látni fogtok, reményeink szerint holnap. Akinek nem tetszik az Orbáni önkény, akinek nem tetszik a kifosztás, az tegyen ellene, cselekedj, legyél győztes, állj a bátrak közé, hajrá! Hajrá. Hajrá.